Magyarország újra reflektorfénybe került Európában. A parlament 7 frakciója közül 4-en kiültek sajtótájékoztatót tartani, és azt sérelmezték, hogy kifejezetten a Soros György által alapított CEU-ra szabtak egy törvényt. A Fideszt is tömörítő Néppárt frakcióvezetője nem képviseltette magát a sajtótájékoztatón, de jelzés értékű, hogy Manfred Weber egy lengyel frakciótársának engedélyezte a részvételt. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Parlament legnagyobb frakciójában is összevonták a szemöldöküket a Lex CEU miatt. A sajtótájékoztatón a 4 frakció képviselői szóba hozták a magyar kormány plakátkampányát is. A zöldek szerint nem Brüsszelt, hanem a magyar miniszterelnököt kell megállítani. A liberálisok szerint alkalmazni kéne az uniós szerződés 7. cikkeinek azt a részét, amely alapján egyfajta monitoring eljárás indul a Magyarország kormánya, de nem a magyarok ellen. Ezt valamennyi képviselő hangsúlyozta. Ennek egy következő fokozata lehetne a szankció, amelyre nem volt példa az unió történetében. András, te mit látsz mögött a kormányzati akció mögött? Hát bevallom, abszolút nem értem. Tehát semmi szükség nem volt ebbe belemenni, tehát nem hiszem, hogy ez igazi eredményt hoz a kormányzatnak. Nem gondolt, hogy a sorosozás kikerülhetetlenül ide kellett, hogy kiukadjon? Ez lehet, de Orbánék eddig nagyon logikusan viselkedtek. Nem mentek bele olyan meccsbe, amiből semmi jó nem jön ki, és igazából sokat lehet rajta veszteni. Semmi ilyenben nem mentek bele. Vagy ha elindultak, akkor lezárták. Volt ilyen. De ebbe belemenni, ahol azért a félvilág kutatói és Nobel-díjasai és stb. Tiltakoznak, ahol egy magyar nagykövet Washingtonban lemond, vagy legalábbis nagyon furcsa körülmények között jön haza, stb. Ezek olyan dolgok, amik messze túlmennek szerintem az eddigi hibákon, és ez az EU-ban is, a nemzetközi szintéren is, de belföldön is új helyzetet jelentett. A haverjaim azt mondják, hogy az egyetemeken az egyetemi oktatók hajlandók lázadni, amik eddig nem voltak hajlandók lázadni. Hát nem, még a filozófus per idején se volt ilyen megmozdulás. Szilvia? Én nem tudok rá, nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi lehet a hátterében, tehát hogy mert ez nem lehet, hogy ez most csak gyakorlatilag a Soros ellen, és nem foglalkozunk a következményekkel. Én abban nem hiszek, hogy nincsen tudatosság. Én azt gondolom, hogy az odáig rendben van, hogy most akkor a világ ellen megyünk, van egy újfajta ellenségkép. Az mindig nagyon jó, hogyha van egy újfajta ellenségkép. Én szerintem az ország lakosságának többségét egyáltalán nem érdekli, hogy mi lesz a CEU-val. Igen, az előző műsorban meg is beszéltük, hogy az emberek nagyon nagy része, 90% azt se tudja, hogy mi az a CEU. Én most olvastam egy Facebookot, és nem említeném meg a hölgy nevét, egy ismert énekesnő, aki kiírta a Facebook oldalára, hogy ő a tüntetés idején inkább a szabadban jogázik, mert nem hajlandó közösséget vállalni azokkal az emberekkel, akik egy CEU mellett tüntetnek, ellenben nem emelik föl a hangjukat, a rossz pedagógusi fizetések ellen, az egészségügy áldatlan helyzete ellen. Tehát, hogy hát őtől lett egy olyan ellentét már egyébként értelmiségi emberek között, és akkor ez most az értelmiségi emberekkel, de a szavazók nagy része azért mondjuk ki, hogy nem az. Tehát, hogy én meg egy ilyenfajta tudatosságot látok ebben, hogy na osszuk meg, és akkor keressünk egy új ellenséget. Én ebben bevallom, hogy semmi tudatosságot nem látom. Tehát Virtas Andráshoz szeretnénk csatlakozni, hogy nem értem. Rossz álmainkban az jut eszembe, hogy a CEU-t összetévesztették az EU-val, és valami ilyen probléma van. Mert, a CEU-ben. Igen, tehát hogy nem értem a dolgot, mert a CEU-val igazából nagyon sok baj nincs. Bizonyára van valami adminisztratív valami, amit 2 hét alatt ki lehet javítani, és akkor hadd működjön ez az egyetem. Az, hogy az EU-val van baja Orbán Viktornak és az Orbán kormánynak, azt speciál értem, tehát arról érdemes ott egy kicsit beszélgetni. Ott lehetnek igazán nagy bajok, hogyha a Néppárt befenyíti őket. Az lesz az, akkor már kés a nyakon. De most nem ugye én meg a Szilviával értek egyet, azért vegyük észre, hogy ja, egyrészt egy mondatot azért a CEU történet az, hogy 200 milliárdot kivontak a magyar felsőoktatásból, és gyakorlatilag szétverték, és elvették egy csomó gyereknek a lehetőségét arra, hogy egyetemre járjon. Tehát azért nem csoda, hogy most elkezdenek mozgolódni a oktatók, mert eddig elfelejtettek, ugye ott az egzisztenciájukról volt szó, itt viszont más a tészta, mert a finanszírozása ennek megvan oldva, tehát itt nyugodtan lehet menni, de ne felejtsük el, hogy ez nem az első eset a magyar felsőoktatás tönkretétele irányába, már nagy lépés.
lépések megtörténtek korábban. De Orbánnak kell a harc, hát minden, az egész kormányzása arra van felfűzve, hogy harcolunk. Ő a felcsúti Rambo, a fegyver nem a pávatánc, és akkor kinézi magának az ellenséget, és körbeugrálja. És ebből ez működik, jön a kampány, harc kell, harcolni kell a Sorossal, az EU-val, mindenkivel. És egyébként tegnap volt egy érdekes nyilatkozata a Lázárnak, hogy nagyon kemény harcokra számítunk az Európai Unióval, és május 10-én lesz a döntése a Strasbourgi Bíróságnak arról, hogy Szlovákia és Magyarország odafordult, hogy a menekült kvóta ügyében ne hozhasson az EU döntést. És szerinte, mondta ő, már majd meg fognak minket vagy zsarolni, vagy büntetni a Soros Egyetemért, tehát ők már valószínűleg tudják, hogy ott el fognak ítélni minket, és azt is rá lehet fűzni erre, és mindenki bártja ezt a szegény Magyarországot, meg Orbán, pedig hát ő hogy védi a hazát, és az ő közönségének. Na, ez egyébként, amit most mondtál, hát az visszaköszön ebben a kérdőben, amit kiküldtek hozzánk. Na, nézzük a következő bejátszást.